Szülés után egy nappal már hazaengednék a kismamákat a kórházból egy javaslat szerint. Balogh Zoltán azt mondta, hogy csupán választási lehetőséget adna az édesanyáknak a tervezet. Az általunk megkérdezett szülészorvos szerint nagyon fontos, hogy a lehetőséggel együtt rendelkezésre álljon egy felkészült védőnői és gyermekorvosi háttér. 4 napig voltam kórházba összvészők, rendesen időre születtek, nem volt semmi probléma. Bementünk hétfő este, egy hétig. 4 napig voltam a 2 számú szülészeti klinikán. A statisztikák szerint is átlagosan ennyi időt töltenek kórházban az édesanyák szülés után Magyarországon. A kórházban töltött idő lerövidítését a miniszter szerint szakmai és szülői szervezetek javasolták, a tervezet pedig csupán választási lehetőséget adna az anyukáknak. Továbbra is azt az ellátást szeretnénk nyújtani, és azt fogjuk nyújtani, ami leginkább megfelel az édesanyáknak, az szóba nem jön, hogy bárkit azért elküldenének, mert már lejárt a 24 óra, természetesen továbbra is addig lesz minden frissen szült édesanyja a kórházban, ameddig erre egészségileg szüksége van. A híradónknak nyilatkozó édesanyák viszont egyáltalán nem tartják szerencsésnek a szülést követő, szinte azonnali hazamenetelt. Azt mondják az orvosok, hogy kell a babának a 72 óra, hogy akklimatizálódjon, illetve ugye a sárgaság sem biztos, hogy kijön másnap. Nekem is csináltak még olyan vizsgálatokat, amire a kórházban volt szükség, mást ezt a kicsinek is, mert ma nagy súlyjal született, és akkor a vércukor szintjét nézték, meg ilyen oltások, hallásvizsgálat. Bármi probléma lehet, annyira kis gyenge még az immunrendszerük, akkor megszületik. Tényleg az a 3-4 nap, amit mondanak, hogy egészségesen benn kell lennie, én azt támogatom. A szülés azért az nem egy tea délután. A G1 klinika vezetője a megengedő lehetőséget jónak tartja, mert szerinte egy komplikációmentes terhesség és szülés után minden további nélkül hazaengedhető az anya és az egészséges baba. Ennek eldöntését azonban orvosszakmai kérdésnek tartja. Az orvosszakmai kérdést el kell tudni dönteni, ha olyanok a feltételek, akkor viszont minden tovább nélkül el lehet engedni a páciást, de biztosítani kell azt, hogy legyen otthon egy olyan segítség, egy olyan szakmai segítség, aki a háttérben az otthonba ki tud menni és ellenőrizni tudja a helyzetet. A szülészorvos azt mondja, nagyon fontos, hogy a lehetőséggel együtt rendelkezésre álljon olyan felkészült védőnői és gyermekorvosi háttér, amelyben tudnak arról, hogy az anyuka a kisbabájával együtt haza fog menni.